Sziasztok! Ugye megszereztük az első pontunkat a Bajnokok Ligájában, úgyhogy pörög is tovább, nézzük a magyar bajnokságban tudjuk-e tartani ezt a jó formát, a Vasashoz látogatunk, szurkoljunk, hogy a fiúknak sikerüljön idegenben nyerni. Na, egy picit megkavartam itt az állóvizet, úgyhogy egy elég érdekes felállásban játszunk. Ugye Iliev és Muanta lesz a két csatár, aki rohamozza a Vasas kapuját, és Pastrana és Szántó Regő a két szélső, aki segíti őket. Megnézzük, hogy mit tudnak a fiatalok. Azért a Vasas ott van a dobogó környékén, tehát nem egy gyenge csapat. Éppen ezért ugye nyerni kéne ellenük. Hato bedobása, de hát ott nincsen senki. Úgyhogy a Vasas megindulhat. Hollander elől Vitao, de visszaszerzik. Vuskovics. És Vuskovics eladja Berec, Tojka, Hollander, Lakvek Heliani balszélen, Stojka, Nedic, Hollandernek passzolná fel, ezt megint elfejeljük, de Szántó előszerzik meg, és Hollander tudott ráfordulni és lőni, Alvarez csak nézte, de szerencsére fölé ment, Müldür, Nakai, Müldür, Vitao, Vuskovicsnak, Vuskovics, Hatónak, Hato megy le a szélen, nem, visszafordul Etyekinek, Etyeki megint visszajátsz a Vuskovicsnak. Nakai, ne veszítsük el a labdát, valami kis helyzetet hozzunk ki. Etyeki Szántónak, Szántó beadja középre, Iliev mellé perdít. Beletette a lábát, de mellé gurul a labda. Nézzük tovább. Eltelik az első 20 perc, Müldür bedobása. Iliev, Müldür, Nakai, és Nakai most beadja, Diagnéig jut, elfélik Hollander, megindulhat a Vasas, Diagné már Stolarskinál, és Szántó szerzi meg, Hato, figyeljünk, Etyeki, építsünk fel egy támadást, Müldür teljesen üresen, meg úgy a jobb szél is. Müldür indítja Pastránát, aki ki tud lépni a védője mellől, beadja. Hát ennek nem örülök, mert szerintem óriási les volt. Úgyhogy várjuk meg, hogy mit mond a VAR. De megadják. Jó. Akkor elnéztem. Nézzük. Pastrana. Hát, aha. És talán azért nem, mert hátrafelé mozgott a labda, vagy ott volt valaki, de Muanta góljával vezetünk. Ez a lényeg, Alvarez kirúgása, Szántó elől elfejelik, szerencsére jön két játékosunk is, Szántónál a labda, Szántó forgolódik Etyekinek, Etyeki nagyon jó vétel volt a középpályára, hát ez Diagnétól egy elég furcsa megmozdulás volt, Strebinger veszi fel a földről a hazafejelt labdát, és rúgna előre Vitao Müldür, Müldür Pastránának, Nakai, és sikerül kiugratni a Iliévet. Iliev megy beadja, és Muanta 2-0. Hát Muantát jó volt most visszatenni csatárnak, bal szélsőből. Láthatjuk, hogy gyors, le tudja rázni a védőket, és gólérzékeny jelenleg. Lehet, hogy Ádám Martin is kiszorul a csapatból? Mostanában annyira nem megy neki. Közben egy elhalt Vasas támadás, Alvarez kezében a labda. Kirúgja. Muanta elől elfejeli Diagne, Berec, Stojka, Pintér, Stolarski, építgeti a Vasas a támadást. Pintér, szerezzük meg. Hatod gyönyörű becsúszás Nakai, Muanta elveszíti. Stolarski ugratja ki Radót, és ott a szépítés.
Nem szabad. Nem szabad könnyelműnek lenni, mert gyorsan szerez gólokat a... Gyorsan tud gólt szerezni a Vasas. És hát jóval több kapura lövése is van, mint nekünk. De ahogy látom, most lepereg az első fél idő, és nem történik már, de még történik, itt az hosszabbítás utolsó percében Alvarez lövi ki, egye ki, át tudja fejelni Muantának, aki mester hármast lő, 3-1, ezt biztos nem varozzák, ez teljesen tiszta volt. Nézzük meg. Egyeki látta meg, hogy ki lehet ugratni Muantát, Muanta pedig lefutja a védőket, és átemeli a kapus fölött a labdát, gyönyörű mozdulat, és nagyon szép gól a Filippino fiataltól. Hát a fél időben nem is mondunk semmi rosszat, csak megdicsérjük a srácokat, és akkor Strebinger kirúgásával indítjuk a második fél időt. Muanta szerez labdát, Iliev, Muanta Nakainak. Nakai viszi el a jobb szélen, és be fogja tudni adni. Visszafordul, Müldür adja be, Iliev fejel vissza, kapufa. Felszabadít a Vasas, Pintér. És ezt visszaszerezzük, ezt már nem mutatja. Szántó Regő fárad, Radó szabadrúgás közben, Hato fejeli ki, Diagne, Pastrana, kontrázhatunk, Iliévhez a labda, leveszi, de op, nem, Lakvekheliáni nem bírja megszerezni, Pastrana adja be, nem jut el Muantáig, felszabadítana a Vasas, de most már igen, Radó fut el vele a félpályáig, és megpróbálnak kontrázni, Vitao szerzi meg a labdát, és a sérült Szántó még a pályán, nem sokára cseréljük, Muanta beadja Szántó, Iliev ott a negyedik, jöhet a csere. Hát a baj, hogy Szántó helyett csak Muanta tud bejönni, és akkor ugye így Ádám Martin, vagyis Muantával helyet cserélnek, és Ádám Martin bejön csatárposztra. Igazából mindenki jól játszik, úgyhogy legyen egyelőre ennyi a cserék, vagyis a csere, visszanézhetjük, hogy Szántó beadta Muantának, és Muanta helyett, hogy beadta volna, visszagurítja Szántónak, és Iliev ballal visszalép, és begurítja a labdát a kapus mellett. Ez az a csapat, amit szeretnek látni a drukkerek. Megtörtént ugye a csere, Ádám Martin most már a pályán. Közben egy Vasas szabadrúgás, Nedics megszerzi Vuskovics tőle a labdát, és ebből tudunk indulni Ádám Martinnak a játékszer. Ádám ugye nem a gyorsaságáról híres, úgyhogy le is passzolja Muantának, aki visszaadja Hatonak. Hát az Iliévnek rövid, Ádámnak pedig hosszú volt, úgyhogy Strebinger a labdával. Kirúgja. Itt Müldür, Iliév lépett vissza a félpályáig, Pastránának. Pastrana két védőt is leráz, és leviszi, visszahúzza, beadja Muanta, Strebinger a kapufa segítségével üti ki a labdát, és Muantának ez egy újabb veszélyes megmozdulása volt. Pastrana a szöglettel, Strebinger húzza le. Hát ott nem valószínű volt, hogy átjön, de Iliev várta azért. Sok-sok csere a Vasasnál, nálunk is lesz egy pár, így most már itt a 76. perc környékén Vitao van elfáradva, bejöhet helyette Omar Rekik. Nakai helyett bejön Brkyjaca, hagy szokja ő is, és hát mi maradjunk ennél a három csere lehetőségnél.
ugye nem tudom, mikor fogják visszaállítani, hogy ugye a Covid után ne 5-öt, hanem újra 3-at lehessen cserélni, vagy már megtartják az 5-öt, most nézzük meg, hogy 3 cserével mit tudunk. Sie Hidi Nedic építkezik a Vasas, de hát most Rekik fejeli el a labdát, Pintérnél, Radó András, és Funsót teljesen egyedül hagytuk, így gólt is szerez. Újabb szépítés a Vasastól. Elveszi azonban a VAR. Le sem volt. Unsó. Sie szabadrúgása. Hát ezt Álvarez üti ki. És jön a Vasas szöglet. Radó. Radó adja be. Kifejeljük. Újabb szöglet. Úgy láttam, Ádám Martin védekezett és fejelte ki a labdát. Ismét Radó. 3 perc lesz a hosszabbítás. Kifejeljük. Hinoráig juthat. Vissza Radónak. És Álvarez védi. Még egy támadás belefér a részünkről. Álvarez kirúgása után. Ádám Martin elfejeli. Hinora, Diagne. Hinora. Hidi. Pintér, Radó ugrik ki, és itt még összejött egy szépítés, de nem. Ez egy elég erőtlen gurítás volt, Álvarez pedig számított rá, és meg is fogta. Vége, 4-1-re nyerünk a Fáj utcában, tehát a 13. kerületet. Bevesszük, és ugye sok minden függ attól, hogy mit játszott az Újpest, és kikapott az Újpest, úgyhogy már is a tabella élén vagyunk. A Puskás Akadémia följött a második helyre, és a Zalaegerszeg 2-0-ra megverte a Győrt, ezzel ott vannak az 5. helyen, a Vasas pedig visszaesett így a 6. Hát a Debrecen Diós Győr egyelőre leszakadni látszik, bár 4 pont különbség az még nem a világ. Főleg így, hogy a Debrecen megveri a Kisvárdát, és a Honvéd megveri a Paksot. Úgyhogy egyelőre a Diós Győr tűnik a leggyengébb csapatnak, de kiabáljuk el, még csak 7 meccs ment le a szezonból. És hát ugye most nem lesz Bajnokok Ligája, mert Európa bajnoki selejtezők vannak, hát Liechtensteinben látogat a magyar válogatott, ez nem tűnik olyan nehéz meccsnek. És hát nem is volt az, 4-0-ra nyerünk Liechtensteinbe, a norvégok is nyernek, és a lengyelek is, de továbbra is ott vagyunk ugye a csoport élén. Málta megveri Velszt, és a dánok idegenben a szlovéneket, talán ez a máltai győzelem mondható meglepetésnek. És akkor, hogyha megnézzük, akkor Ádám Martin 90 percet kapott, és Kerkez is 90 percet kapott a Liechtensteiniek ellen. Neseret az U21-es csapatban lépett pályára, és végigvédte a 9-0-ás győzelmet az ukrán válogatott élén a máltaiak ellen. A hollandoknál Zsorralható szintén végigjátszotta a meccset, és Stipe Biuk a horvátoknál ugye 29 percet kapott csereként. És ott már látszik, hogy Puskás Akadémia lesz a következő ellenfelünk a bajnokságban, tehát rangadó. Spanyolok megverték az albánokat, Belgium nem bír Koszovóval hazai pályán, franciák x-eltek Montenegróba, a svájciak megverték Feröert, az angolok 2-0-ra az örményeket, az andorraiak 2-0-ra Gibraltárt, az ukránok megverték Észak-Macedóniát, a svédek a fehér oroszokat, hollandok a bolgárokat, még Írország csak 1-0-ra veri San Marinót, az nem meglepetés eredmény, de azért fejlődés mutatkozik így a válogatottban, hiszen ugye San Marino nem arról híres, hogy kevés gólt kap a meccseim. És akkor itt láthatjuk, hogy
kik játszottak, és voltak gólszerzőink, például Emre Gökay az U19-be gólt szerzett Kazasztán ellen, még Mue Anta 2 góljával verte Tájföld Hongkongot. Úgyhogy Mue Anta ott folytatta, ahol ugye abba hagyta nálunk a bajnokin, de Allende is 90 percet játszott, Alvarez is végigvédte a mérkőzést Gibraltár ellen, úgyhogy elég sokan játszanak, viszonylag sokat a válogatottban. Olaszok 3-0-ra verik Azerbajdzsánt, az törökök 1-0-ra a finneket, Izland nyer Litvániában, Horvátország Moldovában, bosnyákok megverik a románokat, és Luxemburg XL Portugáliával, az meglepetés. És Magyarország Észak-Írország mérkőzéssel folytatódik a csoport. És meg is verjük őket 3-2-re. Lengyelek is nyernek, és a norvégok is. Úgyhogy majd mindjárt megnézzük, hogy véget ér az összes meccs, akkor hogy állnak a csoportok. Szlovének nyernek Lettországban, dánok XL-nek Izlanddal, szerbek megverik Máltát, az osztrákok pedig az észteket. Albánok megverik Koszovót, spanyolok a grúzokat, franciák Feröert, Montenegró Szlovákiát, örmények verik Andorrát, angolok Észak-Macedóniát, ukránok Gibraltárt, bolgárok megverik az íreket, hollandok a svédeket, és San Marino csupán 2-1-re kap ki a belaruszoktól is. Tényleg úgy látszik feljövőben a válogatott. És akkor itt van a mostani selejtező körnek a vége. A törökök megverik Azerbajdzsánt, olaszok a görögöket, horvátok a cseheket, Izrael Moldovát, Ciprus megveri a bosnyákokat, Románia pedig Luxemburgot. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy állnak itt a csoportok. Törökország már kijutott az EB-re, az olaszok a másodikak. Finnország, Görögország és Azerbajdzsán előtt azért 5 pont az előnye az olaszoknak, 6-ot lehet még szerezni, egy X is elég, hogy kijussanak. Spanyolország és Grúzia EB résztvevő, a belgák kiesnek, nem fognak tovább jutni, még Koszovó is jelenleg megelőzi őket. Szerbia és Ausztria már ott az EB-n. Horvátország, Izrael és Csehország küzd továbbjutó helyért. Franciaország kint van az EB-n. Montenegró 3 ponttal vezet jelenleg Svájc előtt, úgyhogy ott még húzós lesz, viszont Svájcnak egyel több meccse van. Skócia és Dánia kijutott. A G csoportban Portugália, Bosznia és Románia elég szorosan, úgyhogy ők hárman küzdenek a két továbbjutóért. Mi kint vagyunk az EB-n, tehát Norvégia és Magyarország ott van az EB-n. Nálunk ugye mindenkinek még 2 meccse maradt, a lengyelek már nem tudnak kijutni. Megvertük őket, ezért ugye jobb az egymás elleni eredményünk. Hátradőlhetünk, kint vagyunk az EB-n. Az angolok eddig 100%-os teljesítménnyel kint vannak, ugyanúgy, mint a hollandok. Az angolok mögött Ukrajna, Örményország és Észak-Macedónia küzd. Még a hollandok mögött Svédország, Bulgária és Írország a kijutásért. Érdekes lesz az utolsó selejtező forduló. Akkor itt is vagyunk a Puskás elleni meccs előtt, viszont hát sajnos Pastrana megsérült, egy hónapos kihagyás vár rá, de közben
Sebastian Nanasi, nem tudom, hogy mond-e ez bárkinek bármit, ugye egy magyar felmenőkkel rendelkező, mégis svéd utánpótlás válogatott játékos. Nagyon jóra értékelték a játékos megfigyelők, úgyhogy megpróbáljuk őt megvenni, úgyhogy a szezon végén csatlakozik hozzánk következő évre. Tud játszani csatár, tud játszani a széleken, tehát tökéletes kiegészítő ember lenne a csapatba. De nézzük, hogy sikerül-e megvernünk Pastrana nélkül a Puskás Akadémiát, és ezzel 3 pont előnyre szert tenni vele szembe a tabellán. Na hát akkor itt a Puskás ellen Paresz Saibi fog játszani a jobb szélem. Kipróbáljuk, igen, a Porto elleni meccs lesz a következő, de úgy gondolom, hogy fél idő belefér Saibinek, és akkor a második fél időbe be tud jönni Allende. Azt írta a játék, hogy nagyjából olyan szintet tud képviselni itt, mint a többiek is, úgyhogy megnézzük, hogy tényleg igaz-e. Reméljük azért a Puskás ellen is Muanta csillogni fog, bár nem 100%-os az állapota, ugye itt látjuk, hogy hát ilyen sárgás neki picit a szívecskéje, de nem is nagyon történt semmi így az első 20 percben. Itt talán a döntetlennel is meg lennék elégedve, de azért egy gólos győzelem lenne az igazi. És nem nagyon látunk jelenetet, tehát na, csak meg kellett szólalnom. Támad a Puskás a 41. percben, Mezgráni. Mezgráni, és emelni próbál, de Álvarez megfogja. El is vette a képet, ennyi volt az össz érdemleges, tehát akkor gondoljunk bele, hogy milyen meccs lehetett, hogyha ez az egy jelenet volt, amit megmutatott a játék. Nem cserélünk még, várunk egy picit, bár Muanta eléggé elfáradt, és Vuskovics Álvarez kirúgása. Muanta elől elfejelik. Hato, Muanta, Etyeki. Etyeki Amione Saibinek. Saibi lemegy vele, beadja Muantának, aki hatalmas kapufát lő. Hát még most is remeg az a kapu, pedig már eltelt jó pár perc. Cseréljünk. Muanta helyett bejön Ádám Martin. Saibi amúgy nem játszik rosszul jobb szélsőként, de beáll helyette Allende. És... egyelőre így. Kettős csere. És akkor még megnézzük, ki lesz a harmadik. Hato is fárad nagyon, úgyhogy lehet, hogy a hátvédeknél lesz valami. Iliev megsérül, ezzel is döntötte, hogy mi az egyik cserénk. Beáll Tiago. Csak hát ő neki ugye nagyon nem ez a posztja, úgyhogy átváltjuk. És Hato helyett csak Ceccaroni tudna beállni. Müldür helyett pedig vannak ketten is, úgyhogy Rekik beáll Hato helyett, és helyet cserélnek Müldürrel. Az utolsó 20 percre. De tényleg ugye ez szokták mondani, hogy nem a legjobb meccs, mikor 5,8-as osztályzatot kap az ellenfélből valaki. És hát úgy látom, hogy itt nem sok minden történt. 0-0-ás döntetlen. Szerencsére nem kellett néznünk a szenvedést. Ez van, ezt kell szeretni, nem nyerhetünk meg minden meccset. Az Újpest át tudja venni a vezetést. Ez fix, és fel tud zárkózni a Fehérvár és a Zalaegerszeg is mögénk. És csak hogy jól érezzük magunkat, Iliev is megsérül egy hónapra.
Az Újpest át is vette a vezetést, ugyanis 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget. A Fehérvár tudott zárkózni, és a Diósgyőr megverte a Vasast. Úgyhogy a Vasas ezzel a két vereséggel most eléggé visszaesett. A Győr megverte a Honvédot, a Paks pedig a Debrecent. Itt a vasárnapi meccseken. És nekünk pedig egy nagyon fontos idegenbeli meccsünk jön, ugyanis hogyha itt sikerülne újabb pontot szerezni, akkor jó, akkor igen jó helyzetbe hoznánk magunkat a hazai idézőjeles visszavágó előtt, úgyhogy az a cél, hogy a Porto ellen pontot csenjünk el. Európa, úgyhogy visszaállunk a megszokott formációnkba, ugye ez a 4-2-3-1. Saibi kicsit sérült, de azt írták, hogy 100%-os állapotban van, ugye a training reportnál, úgyhogy ő fog játszani, és Ádám Martint rakom be most előre, hát ha le tudja fárasztani a portugál védőket, és kicsit visszaállítottam a taktikát, hogy ne azért védekezőbe, hanem inkább balanszba próbáljuk meg ezt a meccset hozni. Álvarez kirúgása. Ádám Martin, hát kettő védő között próbált elhozni a labdát, de nem sikerült. Jöhet a Porto ellentámadása. Martinez, Eustáquio, Galeno, Martinez elfut és kapufa. Hát hol voltak a védőink, kérem szépen? Egy veszélyes portugál szabadrúgás. Galeno kapufa, Bolyomú lövi el. Álvarez kirúgja, valószínűleg ezt megszerzik a portugál játékosok. Így van, David Carmo, Galeno, Zaidu, senki sem megy oda, csak figyelik, hogy hozza el a labdát. Csúszunk már oda, vagy lépjünk oda, de nem, hanem helyette Martinez lő fölé teljesen üresen. Tizenharmadik perc, Consensão szöglete, Álvarez, mit csinál, mi történt? Hát nem lehetett látni, de Álvarez úgy mellé nyúlt, hogy az hihetetlen, Kerkez bedobása, Arda, Saibi, Ceccaroni, hátra Álvareznek, semmi előrefelő, semmi olyan mozgás nem mutatunk, amivel támadnánk. Hát az hosszú Ádámnak, úgyhogy Costa szépen leszedi a labdát, és már jöhet egy újabb Porto támadás. Félpályán még át nem jutottunk, legalábbis nem láttunk semmi ilyesmit. Eustáquio, Zaidu, és megint üresen Martinez, tehát semmi nem volt les, tehát ez mi? De úgy látszik, hogy varozzák. És el is veszik les miatt. Jól láttam, de a védőink megint nézték, hogy mit csinál a labda. Ez a nemzetközi porond, ez nem tudom, hogy hogy van kitalálva, de tényleg itt a játékosaink, mintha elfelejtenének fotballozni. Újabb veszélyes helyről egy portugál szabadrúgás, Consensão. És kapufa, ez is. Egyelőre megúsztuk, de nagyon nyom a Porto, és még mindig nem volt semmilyen lövésünk. Félpályán se nagyon jutunk át, ahogy látom. Remek hír. Kerkez, Arda. Kerkez, azt hiszem, hogy elveszíti itt a mi térfelünkön, de helyette inkább eladjuk a labdát egy felelőtlen felszabadítással. Arda próbált szerelni, de ez is csak alig jutott. Ismét nézzük, hogy a portugál játékosok hogyan passzolgatnak, se egy odacsúszás, se egy fogás, Lara legalább kifejeli, de csak Zaidu így jut a labda. Eustáquio beviszi középre, Gruicsnak, Gruics lövi messziről, kapufa, Kerkez szabadít fel, de csak a portugál játékosokig jut. Zaidu elveszi a képet, de egyelőre semmit nem tudunk csinálni ezen a meccsen. Fél idő. Hát gondolom tudjátok, hogy erre mit fognak kapni a
játékosaink egy nagy-nagy leszidást, tehát mit képzelnek magukról, semmi életjelet nem mutatnak, és jön is egy csere, mert ahogy látszik a háttérben, megint egy Porto támadás, hát Ádám Martin nem csinál semmit, lejöhet Thiago, és most tényleg nem, senkit nem érdekel. Aki nem mutatja azt, hogy ő játszani akar és kitenni a lelkét a csapatért, az le lesz cserélve. Úgyhogy lejött Ádám Martin, és lejött Marcelo Allende is. Senkinek a helye nem biztos. Álvarez rúgja ki. Thiago fejelné tovább, de sajnos megint csak egy Porto játékosig jut a labda, és ebből megint visszatámadhatnak. David Carmo, Eustaquio, Galeno, Ceccaroni, Saibi. Na végre valami sikerült kiugratni Thiagót, de nem sikerült neki levennie a labdát. És Costa becsúszott, láttunk egy becsúszást a meccsen, amit nem tudom, hogy miért nem tudnak a játékosaink mutatni. Inkább nézik a portugál játékosok passzolgatásait. És természetesen megint teljesen üresen a portugál csatár, de szerencsére mellé rúg. Tényleg nem tudok most mire gondolni. Álvarez kirúgás. Ezt is elfejelik, föl se ugrott a játékosunk, tehát semmit nem csinál. Thiago ugratnának, Nakai megáll. Tehát nem kell a labda után futni, nem kell zavarni a kapust, meg kell állni és nézni, hogy mit csinálnak az ellenfél játékosai, és ebből természetesen egy portugál helyzet alakul ki, ahol teljesen üresen a játékos kerkes szabadít fel, de nem sokáig jut a labda, Pedersen fogja tudni beadni jobb szélről. Ott van Galeno, tisztán tud fejelni, és megint kapufa. Egyszerűen nem tudom, hogy mi történik. Ami működött a Juventus ellen, igaz, ott is kaptunk hármat, de ott voltak életjelek, itt most semmi. Folyamatosan eladják a labdát, nézik, ahogy passzolgatnak, és üresen vannak játékosok. 65. perc, hát gondolkodjunk el egy cserém. És el is gondolkodunk, mert megint Porto helyzet a háttérben. Hát Biuk sem játszik valami jól, és Arda Güler sem, viszont a helyére nem tud beállni senki, úgyhogy ő ezt így megússza. És Lara is nagyon rosszul játszik, úgyhogy Müldür is beállhat. Nem kíméljük most a játékosokat. Álvarez kirúgása. Thiago elől elfélig, Santo oda bólintja az ellenfélnek. Pedersen viszi le, természetesen senki a közelébe nem megy, és Martinez végre berúgja teljesen üresen úgy, hogy nem támadjuk meg az ellenfél játékosait. Mi történik? Nézzük meg! Pedersen, senki, de oda sem ennek a közelébe. Hagy vigye csak, hagy rúgja be. És Martinez meg üresen három védő között. Nyilván, tehát nem tudom, hogy milyen sportágat játszanak a fiúk a pályán, de nem azt, amit labdarúgásnak neveznénk. Thiago fölé fejel, volt végre egy helyzet. Tapsoljuk meg őket. 28 lövés ellenébe 4. Így akarunk pontot szerezni, hát felháborító, amit amúgy maga a mesterséges intelligencia művel. A játékosaink a legtöbbször csak nézték, hogy mit csinál az ellenfél. Ott már 30 fölötti kapura lövés, mi 5-tel zárjuk és vereséggel. Hát, itt a játékosok nem biztos, hogy a reptérre mennek azzal a busszal, amire most fel fognak szállni. Itt most megint kezdődik az, hogy el lesz gondolkozva, hogy kinek mi a szerepe a csapatnál. De azért nézzük meg, milyen eredmények születtek. A Leipzig ugye megverte a Napolit, a City megveri a Partizan Beográdot, az Ajax a Lyont, a Madrid a Newcastle-t, Manchester United a Dinamo Zágrábot, az Inter 4-4-es döntetlent játszik a Mönchengladbach-kal, a Sevilla pedig megfordítja a Juventus ellen a meccset és 2-1-re nyer. Mi pedig ugye visszacsúsztunk a csoport negyedik helyére, hát
lett volna esélyünk, de ehelyett a játékosok úgy gondolták, hogy nem kell. Így már nem elég otthon az X, ugye, a Porto ellen. A szerdai nap eredményei: a Bayern megveri a Tottenhamet, a Nice a Shakhtart, Liverpool X-el a Freiburggal, a Barcelona idegenbe veri a Sportingot, végre nyer a Paris Saint-Germain, idegenbe megverte a Benficát, a Celtic X-el a Salzburggal, Milán megveri az Atletico Madridot, a Sparta Praha pedig kikap a Klub Brüsttől. És magyar kupa forduló is volt, ahol a Deac kiejti a Puskás Akadémiát, a Zalaegerszeg a Diósgyőrt, a Honvéd megverte a Hódmezővásárhelyet, és nézzük, hogy van-e még valaki nagy kieső, más nem, a Vasas kikap a Fehérvártól 3-0-ra. A Balassagyarmat kiejti az MTK-t, a Kelen SC a Kecskemétet, tehát ott megint menetel a Kelen, Mezőkövesd a Kisvárdát, és a Szeged kiejti a Paksot. És el is készült a kupa 5. fordulójának a sorsolása, ugye mi a Körös Ladány vendégeként nem játszottuk le a meccsünket, mert a nemzetközi kupaporon miatt halasztottuk, de a következő körben az ellenfelünk a Fehérvár lesz. És akkor a Honvéd ellen hazai pályán egy elég felforgatott kezdő 11-en lépünk pályára. Ugye Sendl és Szántó lesz a két szélső, és német Andris Muantával fogja a kaput támadni. Haragszom nagyon még a hétközbeni mutatott játék miatt, úgyhogy reméljük itt a Honvéd ellen a B csapat jobbat fog teljesíteni. Egyelőre mi támadunk, Nakai, Vitao tör kapura is felélő, ez közép-hátvédtől elég furcsa megmozdulás, mármint hogy ilyen elől látjuk. Szöglet, Szántó adta be, Vuskovics, vissza Szántónak, Petkovics tudja kivágni, Vuskovics, és Vuskovics fejese valahogy betalál a kapuba, úgyhogy jól kezdjük a mérkőzést. Tombol a lelátó, láthatjuk, hogy örülnek a drukkerek. Nézzük meg, mi történt. Vuskovics visszaadta Szántónak, ugye ott Petkovics próbált felszabadítani, Vuskovics meg oda próbálta fejelni német Andrishoz, és szerintem beleért egy honvéd védő, és úgy ment a kapuba. De Vuskovicsnak írják a gólt. Innen nehogy lazsáljunk, nehogy kiengedjünk, menjünk tovább. 19. perc, Vitaónál a labda egy honvéd bedobás után, Hato, Szántó regő, Muanta elfejeli, Szántó, Muanta hát nem tud kilépni a védőktől, és Deriknek fejeli a labdát, úgyhogy Bocskai, Plakuscsenko teljesen hátra, szappanosig építkezhet a honvéd, Bocskai, Zsairó, Tamás, Riverónak, aki elől elfejeljük, Hato, Szántó, Muanta kapja a labdát, vissza Hatonak, Muanta újra teljesen balszélen beadja középre, jön Sendl és fölé fejel. Ugye Sendl-en nem számolunk annyira a nagy csapatnál, de Pastrana sérülése miatt, és Emre Gökay sérülése, vagyis azt írta a játék, hogy nem tudom őt pályára léptetni ezen a meccsen, valószínűleg ugye egy másik meccsen játszik a mai nap, lehetőséget kap miatta. Mert Müldür, hát Tamás megszerzi a labdát, viszont lehet, hogy szabálytalan volt valaki? Hát a VAR minden esetre egy 11-est vizsgál, és meg is adják a 11-est, Muanta fogja rúgni, Muanta a labda mögött, és szappanosba lövi. Nincsen két gólos előny.
várunk még. A cserével, hiába, hogy Sandl fárad, hagyszokja ezt a tempót. Nem sok minden történik a mérkőzésen, elég szabályosan játszanak a csapatok, se egy sárgalap, se egy figyelmeztetés. Úgyhogy marad ugyanez a kezdő 11. Szántó is el van fáradva, igen, ő is játszott ugye a hétközben, nem nyújtott túl jó teljesítményt, de hát sajnos a sérülések miatt kénytelenek vagyunk játszatni. A Honvéd passzolgat a saját térfelén, Csirkovics próbál indítani, de hát Müldür szerzi meg a labdát, és passzolja előre. És ott Bocskai szerzi meg, végül Jonzom, Lakuschenko, Rivero, Jonzom, Bocskai, Petkovicsnak a szélre, és Petkovics fogja beadni középre, és hát teljesen üresen volt Lakuschenko, úgyhogy egyenlít a Honvéd. 2-0-ra vezethetnénk, helyette 1-1. De már mi támadunk, Vuskovics, Etyeki, Muantát próbálja ugratni, Csirkovics féljel, Lakuschenko, Capan, Zsairó, föléledni látszik a Honvéd, itt a második félidőre, Petkovics, Lakuschenko, hát Vuskovics egy helyben állt, tehát jött felé a labda, hát ez most 11-es, és egy nyilván 11-es, remek, semmit nem csinált Vuskovics, meg sem mozdult, itt azt láttuk, de szerencsére a sors nem kegyetlen, úgyhogy Alvarez megfogja ezt az igen rosszul előtt 11-est. És akkor jött pár csere, mert fel kell pörögni és nyerni kéne, és akkor beáll Biuk, beáll Allende, mert akármennyire haragszok bizonyos játékosokra, hát sajnos ugye azt kell mondani, hogy hát a keret miatt nem lehet kihagyni őket. Úgyhogy Muant, a Thiago, Allende, Biuk kicsit a támadó sorunkat megbúsztoltuk itt a második félidő végére. El is telik gyorsan 15 perc, anélkül, hogy történne bármi. Zsairó a Honvéd szögletével, Vitao fejeli ki, de csak Tronzenig jut a labda, az pedig Alvareznél köt ki. Hát kéne még vagy egy-két támadásunk. Biuk a labdával egy Alvarez kirúgás után, Nakai, Muant, a Thiago, és nem bírja átemelni Szappanost, mostanában elég furcsa megoldásokat választ, ahelyett, hogy csak simán lőni a labdát, és lesz, ami lesz, megpróbál trükközni, ez nem nagyon tetszik nekem. Ugye a Porto ellen is volt egy nagy helyzete, ami kimaradt, mert nem erőből lőtte, közben a Honvéd szögletet kap, Alvarez ütötte ki a labdát, Zsairó a szöglettel, és itt a szöglet rúgás közben csináljuk meg annyit, hogy Muanta helyett bejön Ádám Martin. Megnézzük, hogy a nagy öreg mit tud, és beáll Nakai helyett Brkijaca. És akkor megvannak a cseréink. Hát, ha még így az utolsó 10 perc hosszabbítással, az még hozhat valamit. Alex López, Jonzom. Teljesen hátra Szappanosig, úgyhogy újraépítkezhet a Honvéd. Capan, Derik, Alex López, Tronzen, Tamás Krisztián ugye bal szélen. Támadjuk meg, szerezzük meg a labdát, és ott van Allende, indulhat is. Még ugye nem volt meg a csere, Thiago, Muanta. Muanta messziről rálövi fölé, úgyhogy itt jönnek majd a cserék. És ugye beáll Ádám Martin, a hátvédek azért eléggé elfáradtak. Reméljük, ez nem fog visszaütni. De hát, ahogy látom, lepörög a nem. Az utolsó percben vagyunk, amikor Honvéd támadás, Csirkovics, hátra Szabónak,
Szabó hátra Szappanosnak. Lassan letelik a hosszabbítás is. Alex López majdnem elveszíti. Prenga. Vissza Szabónak. Szabó lövi előre. Hát ott Müldür van, aki Riverónak passzol, de Vuskovicsnál a labda. Hato. Van még 15 másodperc. Abból még ki lehet hozni valamit. Hato előre Biuknak. Biuk be tudja adni középre. Ádám fejel mellé. Megvolt a helyzet, amivel győzelem lehetett volna a vége, de egy-eggyel fejeződik be a mérkőzés. Ez a döntetlen elég volt ahhoz, hogy visszacsúszunk a tabellán a harmadik helyre, úgyhogy most a bajnokságban sem megy egyelőre olyan jól, nem tudom, mi történt a csapattal. Közben a vasárnapi meccseken nyer a Vasas és a Paks. Két nap alatt három csatárunk sérült le, lesérült Tiago, Ádám Martin és Németh Andris is. Közben egy hétközi forduló, a Fehérvárhoz látogatunk idegenbe, tehát a Fehérvárt nagyon meg kéne verni, hogyha nem akarunk még lejjebb csúszni a tabellán. Hát ugye, mivel nem sok bevethető csatárunk maradt, ezért az Arda Güler Sufanat Mueanta páros fogja támadni a Fehérvár kapuját. Mindenki más ugye a legerősebb csapat, ami ugye pályára lépne a nemzetközi porondon is. De sok mindent elárul az, hogy egy Erik Falkenburg Seydou Doumbia páros a kispadon kap helyet. És akkor kezdődjön is a mérkőzés. 10. percig semmi érdemlegeset nem láttunk. Az értékelések sem nőnek. Úgyhogy egyelőre. Történt egy kis baleset. Úgyhogy ezért elnézéseteket kérem. Itt most kimaradt nektek a Fehérvár elleni meccs. Ugyanis... Hát egyszerűen megtelt a lemez, amire szoktam felvenni a videókat, és ugye leállt a felvétel, én ezt nem figyeltem, hanem játszottam tovább, ugye a háttérben. Úgyhogy lemaradtatok arról, hogy 3-1-re megvertük a Fehérvárat, és jelenleg ugye így néz ki a tabella. A Puskás és az Újpest egyel több meccset játszott, mint mi, úgyhogy mi most győzelmi kényszerbe vagyunk a Debrecen ellen. Még egyszer elnézést, oda szoktam figyelni erre, most valamiért nem ugrott fel a kis figyelmeztető ablak, hogy megtelt a lemez, és én meg annyira belemerültem a Fehérvár elleni mérkőzésbe, ahol Mueanta duplázott az első félidőben, hogy nem vettem észre. Most ugye észrevettem, kicsit megálltam, kitisztítottam a Winchestert, átmásolgattam róla a fájlokat, úgyhogy... innentől láthatjátok, még egyszer elnézést ezért. Na hát szerencsére a Debrecen ellen Tiago felépült. Úgyhogy hát hiába, hogy hétközben ugye a Porto ellen kéne bizonyítani, bekerült a kezdőbe, és Arda Güler lesz a csatártársa, ugye ez a hamis 9-es, természetesen majd lesznek cserék, de most úgy gondoltam, hogy kipróbáljuk ezt a felállást, amúgy nagyjából a B csapat Mueanta bal szélen, mert hát jobb, mint Szántó Regő még így is, úgyhogy nézzük, hogy a Debrecen ellen mire megyünk. Müldür bedobása, Emre Gökay, igen, őt elfelejtettem mondani, hogy ő játszik a jobb szélen, és kapja a labdát, be fogja tudni megint adni, de már nem, Müldür Tiago gól. Hát ez egy érdekes helyzet volt. Nézzük, hogy mi történt.
Ugye megpróbál felszabadítani, vagyis itt még beadja ugye Gökay. Manrique megpróbál felszabadítani, viszont Dzsudzsáktól elpattan a labda, Müldür csap le rá, és Thiago meg középről üresen begurítja a kapus mellett. Vezetünk Debrecenbe. Meg kell tartani, ugye győzelmi kényszer idézőjeles van, bár még csak ugye a 11. forduló, tehát a harmada a bajnokságnak, még bőven van esélyünk nyerni. Hato bedobás, Etyeki, Hato adja be középre, Délan szabadít föl, Szécsi, Müldür itt is labdát szerez, Gökaynak passzol, Gökay beadja, Arda fejel, fölé megy. Müldür megtáltasodott, és elég jó játszik, Arda ível be, és Vuskovics fejelt mellé, most már látom a neveket, de itt be is intettek egy lest talán, a partjelzőnek a zászlaja az megvolt, tehát megmozdult, letelik az első félidő további komolyabb helyzet nélkül, úgy tűnik, hogy igen, fél időben vezetünk 1-0-ra. A rossz hír, hogy Thiagónak lassan le kell majd jönnie, nem akarom, hogy megsérüljön, úgyhogy az 50. percben Thiago helyett beáll Németh Andris, és hát jó lesz akkor egy olyan pozícióba, és lehet, hogy Güler helyett pedig beáll Brkijaca, így van, megnézzük, hogy mit tudnak így a mit tud így a páros. Ugye Brkijacának azt hiszem már van egy gólja, Németh Andrisnak kevesebb, Vuskovics szabadrúgás, ível, Dieje Vuskovicshoz vissza, Vitao nem bírja beadni, Kirizidis, de nincsen elő senki, Hato lövi Emre Gökaynak, Emre beadja, Brkijaca ott a második, 2-0. Szép meglátás, két fiatal összjátéka, és itt nézhetjük, hogy Hato lőtte fel, Emre lefutja a védőjét, szépen leveszi, és egyből beadja középre, Brkijaca pedig ott volt, és belőtte. 2-0-val, így az utolsó 20 percre, nagyon sok csere a Debrecennél, úgyhogy cserélünk mi is, megnézzük, hogy kik vannak elfáradva, és kik tudnak bejönni, hát Biuk beáll így a végére Mueanta helyett, Etyeki helyett beáll Saibi, hogy egy picit visszaszokjon, és Vuskovics helyett pedig beáll Rekik. Ezek a mi cseréink. Ugye itt az a legrosszabb, hogy nem nagyon tudsz normálisan taktikát váltani meccs közben, mert ugye itt szabott pozíciók vannak, és hogyha máshova teszed a játékost, sokkal rosszabb lesz a játéktudása, még ugye a való életben ez nem történne meg, de újabb támadásunk van. Biuk kiugratja Németh Andrist, ki belelövi Grófba. Úgyhogy itt így megszabott taktikával kell szinte minden meccsen végigjátszanod, vagy nagyon-nagyon sokat kell cserélni, hogy normálisan át tud variálni. Úgyhogy ez az öt csere annyira nem rossz ilyen szempontból. De itt a 84. percben még támadunk. Biuk Németh Andrist elől elfejelik, be se rúgja előre, Saibi, Varga, Kiziridis, Barát, támad a Debrecen, de szerencsére megszerezzük. Hato próbálna Németh Andrist ugratni, de nem jön össze, visszaszerzi a Debrecen a labdát. Barát, Kiziridis, Saibi szerzi meg. Müldür, ő is Németh Andrist próbálja ugratni, de Biuk ott van, megszerzi a labdát, beadja, Brkijaca dupla, és 3-0. Azt kell mondani, hogy nem rossz. Mondjuk a Debrecen jelenleg ugye idézőjelesen a ligánk leggyengébb csapata. Utolsó helyen tanyázik, tavaly is épp, hogy bennmaradt. Pont őket nem megverni lett volna a szégyen, de Brkijaca most nagyon jó játékot mutat. Vitao, és még egy támadás belefér. Emre be tudja adni,
kifejelik, Biuk, Brkijaca, Német Andris, ez Grófé, és valószínűleg ezek már az utolsó megmozdulások, Bese, előre Kiziridis, Rekik, Müldür, és Vitao, másodpercek kérdés, és lefújják a meccs. Hopp, de még Német Andrisnak van egy helyzete, és Német Andris belövi a negyediket, 4-0, és valószínűleg, hogy most megúszuk kapott gól nélkül. Nézzük meg, Vitao lőtte még előre, Biuknak sikerült Német Andrishoz fejelnie Bese mellett, Német Andris pedig belövi a helyzetét. Nagyon szép eredmény, 4-0 a fiatalokkal, és ezzel ugye talán esélyünk van az Újpestet megelőzni, mindjárt kiderül. Már ott a jobb sarokban látszódott, hogy nem, még nem előzzük meg az Újpestet, Paks megverte közben a Fehérvárt, viszont ott vagyunk, tartjuk a lépést velük. És akkor, ha már így nagyjából ugye eltelt 10 forduló mindenhol, és a játék bedobta, nézzük át, hogy hogy állnak a bajnokságok. Az angoloknál vezet a Manchester City, mögötte a Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, viszonylag közel, 4 pont lemaradás még nem olyan sok, kieső pedig a Watford, a Norwich és a Leicester City. Spanyoloknál a Barcelona 6 pontos előnnyel minden meccsét megnyerve eddig vezeti a tabellát, mögötte a Real Madrid 6 pontos hátrányban, és ott megint egy 7 pontos luk, ahol a Betis van, majd 5 csapat is 21 ponttal, kieső a Granada, a Valladolid és a Sevilla jelenleg. A franciáknál a Paris Saint-Germain 5 ponttal vezet a Rennes előtt, mögöttük a Nice, Lyon, Monaco, Reims 4-es, és kieső a Troyes, a Dijon és az Angers. Az olaszoknál a Róma, ugye a Capitoline vezeti a tabellát a Juventus-szal azonos pontszámmal, mögöttük az Inter és a Milán, valamint a Napoli található, kieső a Verona, az Empoli és a Parma. A németeknél talán meglepetés, de nem a Bayern neve van rögtön a legelső helyen, hanem a Wolfsburgé, akik azonos ponttal állnak a Bayernnel, de ők vezetnek jelenleg. Mögöttük a Dortmund, a Leipzig és a Mönchengladbach, kieső a Mainz, a Fürth és az Union Berlin. A Hertha itt az előkelő 8. helyen. A másodosztályban az MTK Kozár Misleny duó áll jelenleg feljutásra, és a Haladás Tiszakécske Békés Csaba Mezőkövest követi őket. Kieső a Pécs és az Ajka. Úgyhogy ennyi jelenleg, amit így a bajnokságokról tudni kell, majd megnézzük ugye az év vége felé, hogy hogy állnak a feljutók is ezekben a ligákban. A keddi játéknap eredményei, a Bayern idegenbe is megveri a Tottenhamet, a Shakhtar 5-2-re veri a Nice-t, El Traoré, ez Lassina Traoré mester hármasával, vagyis mester négyesével, bocsánat, Lassina Traoré a régebbi játékokban nem volt olyan rossz, úgyhogy mindjárt megnézzük, így van, ő az Ajaxban játszott, még annól leigazoltam őt a Madridba is, nyáron megnézzük, addig beszkautoljuk, hát ha erősítés lenne a számunkra. A Barcelona 5-0-ra veri a Sportingot, a Freiburg kikap otthon a Liverpooltól, Salzburg Celtic 1-1, Paris Saint-Germain otthon is megveri a Benficát, a Bruges megveri a Sparta Prahát, a Milán pedig az Atletico Madridot. És akkor ugye itt jön majd a szerdai játéknap, ahol a Portót fogadjuk odahaza. Hát, ha akarunk még valamit a csoportba, akkor kötelező győzelem, de nyilván ugye örülünk mindennek. Úgyhogy nézzük, a legerősebb 11 fog játszani, az fix. Itt vagyunk a hazai meccsen, a Porto ellen, és nincs nagy meglepetés, 4-2-3-1. Viktor Pastrana játszik a jobb szélen, Allende kis sérüléssel bajlódik, úgyhogy ők fogják egymást
váltogatni, és Müldür került be jobb hátvéd posztra. Megnézzük, hogy mire képes így ez a csapat. Hát ugye sajnos idegenben vereséget szenvedtünk, és itt hazai pályán sem jobbak az esélyeink a Porto játékát elnézve. Örülnénk a pontnak, meg pontoknak. Sajnos ugye a döntetlen már nem elég, azzal még mindig csoport negyedikek lennénk, és kétlem, hogy a Juventus ellen, hazai pályán, vagy a Sevilla ellen idegenben nagyobb esélyünk lenne a pontszerzésre. De gyorsan elpörgött itt az első 25 perc, nem nagyon történt semmi. Csekkaróni úgy látszik, mintha kisebb sérülés szedett volna össze, de az első helyzet egy Porto szöglet, Ruiz a labdával tökéletesen tisztán tudtak fejelni, de Biuk szerencsére kivágja, Pedersenig jut, és elhal a támadás. Kettőből kettő lövésünk eltalálta a kaput, mégsem volt olyan helyzet, amit mutatott volna a játék, és fél időig 0-0. Gyorsan nézzünk rá fél időbe a csapatra, hogy mi történt. Mindenki playing oké, okay. Thiago nem az igazi, de egyelőre még marad ez a felállás. Várunk, ugye, 60. percig. Egy Porto szabadrúgás, Ruiz a labda mögött ellövi, és hatalmas gólt lő Daniel Ruiz. Sajnos hazai pályán is vereségre állunk a Porto ellen. Bajnokok ligája, a részvét a fontos, nem a győzelem, mondhatnám. Örülünk, hogy bejutottunk. A csapat még erősödni fog, meg a fiatalok összeszoknak. Újabb Ruiz szabadrúgás, Csekkaróni fejeli ki, Ali, Ruiz adja be, Grujic, és szerencsére az elpattan. Ruiz adja be megint, Martinez, hát úgy játszanak, mint hogyha a Grundon lennének, a játékosaim meg nézik őket. Néha nem értem, ugye már 9 lövése van a Portónak, akkor beállhat Berényi Erik, ugye a fiatalok, már fix, szinte fix, hogy kiesünk a csoportkörből, és Kerkesz sem játszik jól, úgyhogy helyette pedig beáll Zeke Mário, és akkor jöjjön le Müldür, helyére Lara. Hármas csere itt a 62. percben. Ez van. Inkább nem mondok semmit, hogy itt a játék néha hogyan generálja ezeket a meccseket. Olyan, mintha a nemzetközi porondon a játékosaink teljesen elfelejtenének futballozni, és semmit nem csinálnak, csak nézik az ellenfelet. Néha így nem sok esélyünk van egyelőre. Próbálom fejleszteni a játékosokat, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Vége a zöld cserénknek. Tessék, itt is ugye hogy vesztette el a labdát, minthogyha sose focizott volna. Nem támadjuk meg, bevitte egyszerűen a Porto játékos 4 védő között. Na, egy egyenlítési lehetőség, de nyilván ugye hosszú a labda, és akkor innen fog a Porto egy szép támadást vezetni. Nézzük, Galeno, Grujic, azt se tudják a játékosink, hogy hol a labda. Na, Szántó Regő hozzáért, mert rárúgták. Tehát nagyjából ennyi itt a nemzetközi porondon. Az 1-0-ás vereségre azt mondom, hogy amúgy szép eredmény, mert nem olyan rossz, csak ez a mutatott játék, meg amit itt a játéknak a mesterséges intelligenciája generál, az nem tudom néha. Érdekes módon a Juventus ellen jobban ment a játék, mint a Porto ellen. Mindegy, kikaptunk, úgyhogy innentől ugye a továbbjutás az esélytelen, 2 forduló van még, ugye 6 pontot lehet szerezni, 5 pont a lemaradásunk, úgyhogy ezt el kell fogadni, hogy az első évünk a Bajnokok Ligája csoportkörben az csúfos kieséssel fog befejeződni, sőt már knocked out, ugye nem juthatunk tovább a BL-ben, még az Európa Ligába van esélyünk.
A Napoli X-elt a Leipziggel, a Partizan Beográd kikapott a Manchester Citytől, Newcastle megverte a Real Madridot, az Ajax a Lyont, a Dinamo Zagreb kikapott a Manchester Unitedtől, a Borussia Mönchengladbach X-elt az Interrel, és ugye a Juventus megverte a Sevillát. Elpörgetjük még itt az eseményeket a bajnokiig, és akkor az már a következő részben fog következni. A Diós Győr ellenében fogunk játszani hazai pályán, a 11. helyezett a Diós Győr. Reméljük, hogy itt egy gólgazdag meccsel kárpótolják a szurkolókat a kiesés miatt, és akkor a Gól 50 2023, ez gondolom egy magazin, itt van az 50 legjobb játékos a világon. Salah, Lewandowski, Vinicius Junior, Mbappé, Haaland, De Bruyne, Harry Kane, Van Dijk, Joshua Kimmich és Neymar került be a top 10-be. Közben a Fehérvár X-el a Győrrel, ez nekünk jó a Fehérvár leszakadóban. És akkor itt vannak ugye a szombati meccsek. Mi a Diós Győrt fogadjuk, a Honvéd a Zalaegerszeget, a Puskás Akadémia pedig a Kisvárdát. Mondhatom, hogy győzelmi kényszerbe vagyunk, de igazából nem, de a szurkolók is és a vezetőség is győzelmet vár a Diós Győr ellen. De ezt ugye legközelebb fogjátok már látni. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, és megnéztétek, hogy a Budapest FC-nek sikerül-e valahogyan a BL-ből tovább verekednie a magát. Hát láthattuk, hogy nem, bár ne adjuk fel, még megverhetjük a Sevillát és a Juventust. De a lényeg, hogyha tetszett a videó, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, ha pedig tetszik, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a Budapest FC újabb és újabb mérkőzéseiről. Sziasztok!